Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyvösszefoglalónk második részében a képkockákkal, a TV, a webes, valamint mozis formátumokkal, a framerate a dinamikatartományjal, a színekkel, színterekkel, a fehér egyensúlyjal, a szűrőkkel, vagy angolul filterekkel, illetve a videó fogunk foglalkozni. Ne habozzunk, csapjunk is bele! A digitális videókép, ugye Digital Video Image, Téglalap alapú rácsból áll, melyet pixelek alkotnak, ahol minden egyes pixel egy világossági értéket és szint, ha van, képvisel. A képkocka angolul frame minden pixel, amely a képen látható. Ugye otthonunk falán lévő képeken különböző méretű és formájú keretek vannak. Némelyik szélesebb, mint a magassága, ugye ezt hívjuk fekvő tájolásnak. Tájkép jellegű, és néhány pedig magasabb, mint a szélessége. Ugye ez pedig a portrétájolás. Ugye lényegében minden professzionális film esetében a fekvő tájolásról beszélhetünk. Bár igaz, hogy a vertikális videó, ami ugye portrétájolású, növekvő felhasználtságnak örvend, és elsősorban a közösségi média nyújt neki platformot. Ugye gondoljunk csak a felvételekre telefonokkal. Ilyen ugye a klasszikus 9-16-os arány állóképen. Ugye a téglalap alapú kép alja szélesség magasság arány filmenként változhat. Ugye ez az arány az egy az egyes arányú közösségi médiás videóktól a szélesvásznú mozivetítésekig terjed. Ahol ugye a szélesség jóval meghaladja a magasságot. Most beszéljünk kicsit a tévés webes formátumokról. Ugye a televíziózásban évtizedekig az SD formátum, ugye Standard Definition, ez volt a meghatározó. Az analóg éra alatt alapvetően két fajtára terjedt el ennek az SD-nek. Ezek az NTSC és a PAL. Hogy melyik hol, azt ugye ez a bal alsó ábra szemlélteti. Ugye látszik, hogy az NTSC alapvetően Amerikában, valamint például Japánban volt elterjedt az SD NTSC esetén a képkocka, mint téglalap 480 horizontális vonalból áll, és minden vonal 720 pixel széles. Ugye így jön ki a felbontás, ami tehát 720 x 480. Ugye még a PAL esetén, ugye európai területek, Afrika jó része, vagy Dél-Amerika, Ausztrália, pedig 576 horizontális vonal és szintén 720 pixel széles. Ugye 720 x 576. A HD High Definition a 90-es évek végén kezdett elterjedni. Mindkét fajtája több pixellel rendelkezik, mint mindkét SD formátum. Ugye a nagyobb, a Full HD 1920 x 1080, ugye tehát 1080 horizontális vonal, és 1920 pixel szélesség mindegyik horizontális vonalra. Ugye ez a formátum megapixelbe kifejezve 2 megapixel, tehát körülbelül 2 millió pixelt jelent. A kisebbik az 1280 x 720, ugye sima HD, ez viszont nem sokkal kisebb, mint 1 megapixel. Ugye ami itt a lényeg az SD-vel ellentétben, hogy itt mindkettő világszabvány, és nincsen területi elkülönülése. A 2000-es évek elején jelent meg az úgynevezett UHD, vagy Ultra High Definition. Ugye a 4K UHD formátum az kétszer olyan széles és hosszú, mint a Full HD. Tehát 3840 x 2160. Ez ugye lényegében olyan, mintha 4 darab Full HD-t tennénk erre a 4K-s területre. Tehát így jön ki, hogy négyszer akkora. Ugye ennek a négyszeres számnak köszönhetően quad HD-nak is hívják, vagy quad full HD nek Ugye manapság természetesen az UHD-nál már létezik nagyobb, tehát például 8K UHD 7680 x 4320, illetve 16K. Ugye a 8K az négy darab, hogyha megnézzük, tehát a 8K az négy darab UHD-ből állhat össze. Ugye az említett magas felbontásoknak egy határozott előnye, hogy szabadabb kezet kapunk az utómunka során. Tehát például, ha egy 8 k felvett anyagot, tehát eredetleg 8K-ba vettük fel, de 4K-ba kell a master file, tehát az eredményt létrehoznunk, akkor, ha mondjuk speciál ferde a 8 k fájl, 8 k videó, akkor azt kiegyenesítve nyugodt szívvel tudjuk 4K-ba renderelni. Na most eddig tévés és webes formátumokról beszélünk. De mi a helyzet a mozi esetében? Ugye a mozi esetében mozis szabványról beszélünk. Ugye a digitális mozivetítések szabványát Hollywoodi stúdiók csoportja által létrehozott úgynevezett Digital Cinema Initiatives, DCI rövidítve, tehát ez az, ami definiálta. Ugye a DCI által meghatározott formátumok csak egy kicsit szélesebbek, mint a tévés és webes formátumok. Ugye a HD helyett 2K DCI-ról beszélünk, tehát 2K-s mozis felbontásról, ugye látjuk, hogy ez picit szélesebb, mint a Full HD. A 4K esetén pedig a 4K DCI, ami szintén, mint látjuk, hogy a magasság megegyező, de szélesebb, ugye 4K esetén 4096 pixeles szélességről beszélünk. Példaként az itt látható Red Weapon az 8K-s felbontásra képes. Ugye ez 8192 x 4320. Ugye ezen az ábrán a 8K-ba csak az UHD van feltüntetve. Hiszen abba az esetben, ugye a cinema verzióval ellentétben csak 7680 pixel széles. Ugye amit ki kell emelni, hogy a kamera szenzorának mérete, az nem egyenlő azzal a pixelszámmal, ugye például a 4K, amelyet egy kamera rögzíteni tud. Tehát például egy 8K-ra képes telefon, az ebbe levő szenzor az egy jóval kisebb, és mint látni fogjuk, kevésbé fényérzékenyebb valami, mint mondjuk egy RED esetén. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy RED levő szenzorról beszélünk 8 k felbontással, vagy szintén 8 k felbontással, de egy telefonba levő jóval kisebb szenzorról fontos, hogy beszéljünk az úgynevezett progresszív és a váltott soros képfrissítésről. Ugye a progresszív szkennelés esetén minden képkocka összes pixele rögzítésre kerül, közel egy időben. A progresszív szkennelés hasonlatos, ahogy mondjuk a filmes kamera esetén az exponálás egyszerre történik az egész képkockára. Majd ezután ugrik a következő fémre. Na most az interlész, ugye ez a magyarul a váltott soros képfrissítés, ahol minden mező a horizontális videó vonalak felét tartalmazza. Amikor a két mezőt együtt látjuk, és gyorsan egymás után vannak mutatva, akkor a szemünk egy teljes képkockává egyesíti az összes vonalat. Ugye ezen az ábrán jól látszik a két félkép. Ugye, hogyha a Pál esetét vesszük, ugye európai országok, akkor minden kép ebben az esetben, az interlész, vagyis a váltott soros képfrissítés esetén 576 aktív sorból áll. Ugye annó a képcsöves tévék elektronsugára minden egyes képet soronként rajzol fel a képernyőre. Mégpedig tehát két ütemben. Az első ütemben az elektronsugár a páratlan számú sorokat rajzolja fel 1-től 575-ig, Ugye 575 az páratlan, és ez az ütem 1,50 másodpercig tart. A második ütemben a páros számú sorok kerülnek felrajzolásra, 2-től 576-ig. A két félkép teljes felrajzolása egy hosszabb, vagyis 1,25 másodperc, amit igénybe vesz. Tehát lényegében ez a folyamata a váltott soros képfrissítésnek. Ugye a HDTV esetében még az interlész, vagyis a váltott soros képfrissítés előfordul. A 4K és a 8K esetében már csak progresszívről beszéltünk. Ugye a harmadik ábrán, főleg az előtérbe levő ember esetén jól látszik a két külön mező. Jellemzője még az úgynevezett aliasing effekt, tehát ez a rácsos lépcsős a sima felületek helyett. A korábbi NTSC rendszer 60 mező per másodpercre volt kialakítva, azért, mert az elektromos áram ott, tehát az NTSC -s országokban 60 Hz-es a hálózatban. Így az eredeti fekete-fehér tévéjel 60 váltott soros mezőt tartalmaz, ami tehát 30 képkocka per másodpercet jelent. Ugye 1953-ban jelent meg az NTSC színes TV Ugye itt az új sugárzási jel színkomponense sajnálatos módon interferenciát okozott 60 mező per másodpercnél. Ezért ennek a kiküszöbölésére a 30 fps-et, ugye ez a 60 mező per másodperc, 0,1%-kal redukálták. Tehát így kapjuk meg az olyan érdekes értékeket, mint a 29,97 fps vagy másként 59,94 mező per másodperc. Tehát ez lett a framerate. Ugye emiatt van, hogy a klasszikus mozis nyújtó 24 fps esetén, amennyiben nem professzionális mozis van szó, akkor ez valójában a 0,1%-os csökkentés miatt 23,976 fps. Ugye ez az egész, amit elmondtunk, az NTSC országok esetében volt. A PAL országok esetén a hálózatra az 50 hz frekvencia jellemző, a standard frame rate 25 képkocka per szekundum, ami ugye váltott sorosban 50, ugye? Ugye ezekben az országokban mind annó az analóg, mind a digitális éra esetén a 25 fps, az pontosan 25 fps. Ugye a globalizálódó világgal, a webes videóforgalmazással a régiókra való korlátozások eltűntek. Ugye mind a streamelés, mind a mozivetítés esetén számos framerate megjelenhet. Például olyan standard, mint a REC 2100, a 23.976-tól egészen a 120 fps-ig minden progresszív formátumot tud kezelni. Beszéljünk kicsit erről a misztikus 24 FPS-ről. Ugye a néma filmek idején a kamerák körülbelül 16 fps et kézzel tekerve működtek. Habár itt megjegyzendő, hogy a kreatív filmszínház tulajdonosok gyorsabban vetítették, így több vetítést tudtak ugye egy napba préselni. Ugye ezt követően a 16 fps-ről a motorizált kamerával kamerákat, magukat, és ugye a vetítőket is, úgy durván az 1920-as évekre szabványosították a már említett és a címben levő 24 fps-re. És gyakorlatilag az évek alatt szép lassan, úgymond hozzá szocializálódtunk ehhez az élményhez. Tehát a 24 fps, mint klasszikus mozis élmény lett. Ugye a 24 fps esetén 1.48 másodpercig éri fény az adott képkockán. Ugye ez az 1.48 másodperc, ez elég lassú ahhoz, hogy egy például a képen keresztül futó embert jellegzetes módon úgymond elmossa. Tehát a mozgás mosódik. Egyfajta motion blur keletkezik. Persze ez a motion blur, ez a záridő növelésével redukálódhat. Ugye az eredeti kifejezések, ahogy hogyha mondjuk áthalad valaki gyorsan a képen, erre a judder, a skipping vagy a stroving kifejezést használja az angol tehát mintha kicsit ugrálna. De bizonyos kamera mozgásoknál is tapasztalhatjuk ezt, például a pásztázás, ugye a pen vagy panorám esetén. És ezen belül is akkor, hogyha mondjuk túl gyorsan halad végig ez a pásztázás egy tájon. És ugye ez a túl gyors mozgás miatt gyakorlatilag a mozgókép illúziója kicsit megtörik ugye mivel hozzá szocializálódtunk, és ez adja a mozis élményt, tehát ezt úgymond előnynek tekintjük értelemszerűen, de emellett a relatíve lassú záridő, ugye 1.48-ad, viszont a gyengén megvilágított helyszínek esetén is jó jön. Ugye, megnézzük az alsó ábrát, a felső és az alsó része, ahogy esik le a labda, az különböző képkocka per másodperces felvételi móddal lett rögzítve. Ugye tegyük fel, hogy mondjuk ez a 24 frame per szekundum alul. A felső meg mondjuk legyen 60 frame per szekundum. Ugye ami a lényeg, hogy a 24 esetében a frémek közötti különbség az nagyobb, mint a 60 FPS-sel felvett esetén. Hiszen ott egységnyi időre több képkocka jut. Így tehát a 60 FPS esetén egy jóval simán mozgást fogunk kapni. De picit még beszéljünk a 30 FPS-ről is. Ugye 30 FPS révén kicsit gyorsabb, tehát picit több képkocka, ugye nem 24, hanem 30 képkocka van másodpercenként. Így ez a bemutatott szakadás kevésbé jelentkezik a filmben. Ugye maga a 30 FPS az olyan természetes érzést kelt, tehát különösebb jellegzetesség nem vonható rá. Ugye a 30 fps így kicsit mondjuk úgy, hogy jellegtelenebb lesz. Természetes, de emiatt jellegtelen. Ugye az 50 és a 60i, ott ugye interlészedről beszélünk, ugye a váltott képsorosról, ami ugye egyfelől közelebb áll az általunk érzékelthez, másfelől ugye itt is a 24-hez számítva kevesebb a szakadás. De ez klasszikusan a tévéadások esetén jelent meg, így ez kevésbé mozis, hanem inkább a tévés élményhez szocializált minket hozzá. Ugye magasabb FPS esetén, ami lényeges, hogy a képkockák külön-külön is élesebbek. Ugye mikor jó ez? Például mondjuk egy sportközvetítéstél. Ugye sportközvetítéstél, hiszen ott lényeges a mozgás. Vagy mondjuk lassított felvételek használatánál. Megjegyzendő azonban, hogy egy tisztes lassításhoz azért egy 60 fps nem elég, tehát ahhoz minimum egy 120 fps szükséges. Ha több a képkocka, akkor több fényt igényel, hiszen gyorsabb a záridő. Gyorsabb a záridő, rövidebb ideig van nyitva. És nem mellesleg, szintén tehát a képkocka szám emelésével a tárolt, feldolgozott adat mennyisége is nő. Nagyon fontos dolog a dinamika tartomány megértése. Ugye a világosság hatalmas tartományát öleli fel világunknak. Hiszen, ha belegondolunk a végletekre, mondjuk egy nyári tűző napon egy fehér lapra, ami csillog, vagy mondjuk egy sötét éjszakán egy sötét pulóverre. Ugye még szemünknek is a pupilla révén, amit ugye a szivárványhártya szabályoz, komoly feladat alkalmazkodni ilyen eltérő világossági szintekhez. Gondoljunk csak bele, hogyha a tűző napról besétálunk egy sötét szobába. És hogyha a szemünket összehasonlítjuk egy hagyományos kamerával, akkor a sötéttől a fényesig terjedő tónusok kezelésében, mondjuk úgy jelenleg még, szemünkhöz képest alul maradnak. Klasszikus példa, hogyha egy sötét szobából kinézünk az ablakon. Ugye most vegyünk egy olyan példát, hogy kin világos van, nappal, bent pedig viszonylag sötét, tehát nem használunk világítást. Ugye, hogyha mi kinézünk, ehhez még egész jól tud alkalmazkodni a szemünk. Na most, mint látjuk, a kamera esetében már ez egy jóval nagyobb kihívás. Tehát sok esetben külső világító egységek használata nélkül érdemben nem megoldható a felvétel. Ugye mi történik a kamera esetében, tehát kisebb a dinamika tartománya, mint a szemünknek. De most akkor mi is pontosan ez a dinamika tartomány? Ugye a legsötétebb és a legvilágosabb tónus közti különbségre utal. Ugye ennek a tónus tartománynak a számszerűsítésre a rekesz magyarba, az angolba pedig a stop kifejezés utal. Egy stop, tehát egy rekesznyi emelés, az dupla fénymennyiséget jelent. Na most nézzük meg ezt az ábrát. Ugye két részre oszlik, az A esetében. Ha tehát a felvétel elegendő különbséggel rendelkezik, tehát ezen tónus lépcsők tekintetében, ergo több árnyalat van, mint a B esetében. Ugye ennek köszönhetően több fényesség szempontjából vett részletet tud megjeleníteni, ugye nézzük csak meg a két ég közötti különbséget, tehát A, mint a B. Ugye nem mellesleg utómunkában is a több tónus lépcső jóval több lehetőséget biztosít számunkra. Ha viszont a felvételen az egyes tónus tartományok átfednek, ugye itt tehát a csúcsfények és az árnyékok esetén, akkor a tónus részletek elvesznek. Tehát a kép nem reagál megfelelően az expozíció beállításra. Lesznek részek, amelyek túl sötétek lesznek, lesznek, amelyek pedig, magyarán mondva, kiégettek. Na most az SDR, a kijelzőkre vonatkozó kifejezés, ugye abban az értelemben, hogy a sötét és a fényes végletek között milyen tartományt képes megjeleníteni. Ugye ennek nincs köze a képkocka mérethez. Ugye most picit arról, hogy az egyes mozis kamerák milyen tartományt tudnak átölelni. Ugye erre a stop vagy rekesz kifejezés utal. Mondjuk egy red weapon esetében, mint egy 16 rekesznyi átfedés az ilyen. Ugye a veszünk mondjuk megfizethető báru kamerákat, ott 12-14 érték lehet a jellemző hogy viszonyításképpen mondjuk egy BBC minimálisan a 12 stop vagyis 12 rekesznyi tartomány átfogást ír elő. Ugye még egyszer, tehát ahogy az elején mondtuk, egy stop vagy egy rekesznyi emelés az dupla fénymennyiséget jelent. Két rekesznyi, négyszerest. Ha a videóképernyők világosságáról beszélünk, akkor azok a NITS egységgel jellemezhetők. Ugye egy SDR TV esetén a 100 nits körüli a maximális fényerő, amivel rendelkeznek. Egy tipikus SDR TV nézett adásán a 100 nitshez közeli világosságnál már kiégett, részletvesztett fehéret tapasztalhatunk. Emellett ugye a szintelitettség, saturation, a világosság növekedésével csökken. Így tehát a csúcsfények, például mondjuk egy neoncső, az természet ellenesen fakóalhat. Tehát kevésbé szaturált. A HDR képernyők ezzel szemben 1000 nits-től, ugye ezek a felhasználói monitorok egészen a 4000 nits-ig, ami már professzionális referencia monitornak számít, tehát odáig terjedhetnek. Az SDR és a HDR közötti különbség tehát elsősorban a 100 nic felett tapasztalható, tehát tipikusan ilyen például a tűz vagy csillogó felületek, ahol a HDR esetén a természetes kontraszt és az élénk szaturált, telített színek is megmaradnak. Még ugye az SDR esetében ezek jóval fakóbbak tehát. Ugye nem mellesleg a HDR esetében a sötét árnyék részletekben is sokkal jobb eredményt kapunk. Na most maga a szín, ugye világosságról volt eddig főleg szó. Hogy kerül rögzítésre? Ugye az emberi szemben lévő fotoreceptorok egyik fajtája az úgynevezett csapok, amelynek három típusa, három különböző hullámhoz, tartományra érzékeny. Ugye a háromféle szín, háromféle főszín. A képrögzítés esetén, ugye, a kamera, a kép minden pontjára vonatkozóan, annak zöld, piros és kék, fényének relatív mennyiségét kell rögzíteniük, majd a különböző mennyiségű, tehát piros-zöld-kék fény kevelésével reprodukálniuk kell a felvett anyagot. Ugye a kijelző minden pontján. A videókamera a szemmel ellentétben csak fekete-fehérben lát úgymond. Csak a világosság értéket méri, a szín előállítása már úgymond egy trükkösebb folyamat. De hogy is történik ez? Ugye a színeket apró színes filterek segítségével rögzítik. Ugye kék, zöld és vörös filter. Ugye egy fényérzékeny egység az úgynevezett fotozit felett, például a zöld szűrő, a zöld fénynek teszi lehetővé, hogy bejusson ebbe a szemléletes kis dobozba. Még a többi szín, tehát ugye nem a zöld, tehát kizárás alapon a piros, és a kék az pedig kizárásra kerül egy úgynevezett Bayer mintázatot kapunk. Ezt magyarul ilyen mozaik csempéknek lehet fordítani. Ebben az esetben kétszer több zöld van, mint piros vagy kék. Tehát minden fotozit egy szint mér. És bár ugye minden pontra külön meg kellene határozni az arányt, de ez az arány a szomszédos fotozitók csoportjából kerül matematikailag meghatározásra. Ugye ez a folyamat a debayering vagy demozaiking, ugye, Bayer mintázat, és akkor ehhez kötődően, ugye, a debayering. Ugye, a színekről van szó, tehát érdemes ezt színesen is megnézni. Tehát a különböző filterek, ugye, a vörös, csak a vörös engedi át, zöld-kék kizárva, kék, kéket engedi át, másik kettő kizárva. És végül, ugye, egy mintázat jön létre, ez a Bayer mintázat. Na most ugye rögzítettük a szenzor adatát, tehát mihez kezdjünk vele? Ugye a debuyering folyamat előtti, közvetlenül a szenzorról érkező adat az úgynevezett RAW. Ugye a RAW rögzítésére a kamerák egy része alkalmas. Erről a még egy másik előadásban részletesebben fogunk szólni. Na most a RAW debayering után tömörítetlen úgynevezett RGB videót kapunk. Ugye ebben a három színcsatorna mindegyikét jelző jeleket egyenként rögzíti. Ugye magának a képnek a fényesség értéke az a luminanciának nevezett egyszerű jel. A színalapú jelek megjelenésével két színalapú jel, ez a krominancia, ezek került a luminanciával kombinálva. Ugye egyetlen összetett adás jelet képezve. Tehát még egyszer, egy fényességérték, luminancia, és kettő színnel kapcsolatos, prominancia. Ezt hívják kompozitnak. Ugye ezt a kompozitot gyakorlatilag ritkán használják. Ugye manapság a felosztás szintén ugyanaz, tehát egy luminancia, szürkevárgyalatos jel, és két színjel, prominancia, de ezeket külön rögzítik. Ezt pedig az úgynevezett komponent videónak hívják. Ugye a kifejezés, ami fontos itt, az Y, CB, Ugye a CBCR a két színhez kapcsolódó szín különbségekre utal, az Y pedig a fényességre. Ugye az Y, CB, és az RGB közötti különbség tehát, hogy az előbbi esetén a színt, mint fényesség és két színkülönbség jár reprezentálja. Kék különbség, piros különbség. Amíg az RGB színeket jelenti, mint piros-kék-zöld arány. Tehát piros-kék-zöld arány az RGB esetén, és még egyszer és utoljára az YCB-CR esetén pedig két színkülönbségjel, ugye kromanencia és a luminancia, vagyis a fényességgel. Ugye a színek mentén tovább haladva, beszéljünk kicsit a palettáról. Ugye a paletta, a színárnyalatok, tónusok skálája egy művészeti alkotásban. Amikor egy külön színt írunk le, arra a hue kifejezés utal. A hue az magyarán úgy lehet mondani, hogy színezet. Tulajdonképpen ez, amit általában véve színnek nevezünk a köznyelvben. Ugye itt is például ezen az ábrán látható. Tehát ahogy ezen a színkörön haladunk körbe. De ugye egész konkrétan a különböző színezetek, azok különböző hullámhosszakat jelentenek a spektrumban. Ugye a másik tulajdonság a szaturáció. Az megmutatja, hogy milyen tiszta, élénk, telített egy szín. Ugye az élénk alatt az angol a vivid, a telített alatt pedig a saturated szót használja. Tehát a fakótól egészen az élénk például cián színig ebben az esetben. Ugye a videó esetén a színezetek tónusok tartománya, mint mondjuk egy festő palettája, amelyet egy rendszer reprodukálni tud, az a szabványosított szintér. Erre az angolba a color space utal. Vagy egy adott eszköznek a színskálája. Tehát lényegében a szintér a szabványosított színskála. Ugye a HD videókat valaha a Red 709 szabvány jellemezte. Ugye mára az UHD esetén az aktuális a Red 2020. Ugye ez szélesebb tartományt biztosít a színezetek tekintetében. Például mélyebb zöld megjelenítésére képes. De emellett világosabb, színtelítettem megjelenítést is biztosít. Tehát így jobban közelítjük magát az emberi szemet. Ugye, hogyha a piros, zöld, kék fény ugyanarra a pontra süt, akkor kapunk, ugye, fehéret. Ezeket, tehát piros, zöld, kék, összeadó alapszíneknek nevezzük. Additive primary colors. Ha viszont piros plusz kéket vetítjük egy pontra, akkor kapunk magentát. Ha a kéket és a zöldet, akkor ciánt, a pirosat és a zöldet, akkor sárgát. Ugye a magenta cián, sárga az úgynevezett kivonó alapszínek, mivel ezeket úgy kapjuk meg, hogy kivonjuk a fehér fényből. Tehát például a cián fehérből piros. Ugye minden úgynevezett additive primary az rendelkezik az úgynevezett komplementer színnel. Ugye zöld a komplementerje ennek a primarynek, mint az elsődleges, tehát a rednek. Na most ennek a komplementernek a lényege, amit ha hozzáadunk az alapszínhez, akkor fehéret kapunk. Ugye egy szűrő úgy működik, hogy a saját színét átengedi, de a komplementerét elnyeli. Azaz, egy sárga szint szűrő átengedi tehát a piros és zöld színeket, ugye visszavetítve alapszínre, de a kék komplementerét elnyeli. Tehát, ha ezt a tartományt nézzük, akkor ezeket a sárgás-vöröses színeket átengedi, de a komplementer eldaló levőket pedig nem. Érdekes fogalom a tint. Ennek segítségével színegyensúlyt tudunk állítani a zöld és a magenta között. Nem kerülhetjük meg a színhőmérsékletet és hogy mit akar az. Ugye a színhőmérséklet mérése Kelvin skála segítségével történik. Ugye milyen érdekes, hogy itt a kisebb Kelvin érték, tehát a kisebb színhőmérséklet a melegebb tartományba tartozik. Tehát például egy gyertyalánk 1000 kelvides színhőmérséklete az egy vörösesebb valami, mint mondjuk egy égkék, ami mondjuk 10.000 kelvin. Ugye a színhőmérséklet fejér egyensúly segítségével lényegében azt állítjuk be, hogy mit értelmezzen a kamera, hiszen az nem úgy működik, mint egy szem, de mit értelmezzen fehérnek. A színhőmérséklet után beszéljünk a színterekről, színskáláról. Egy bizonyos képalkotó rendszer színtartománya, melyet az rögzíteni, és vagy ha megjelenítésről van szó, reprodukálni képes, azt nevezik színskálának. Ugye angolul a gemut kifejezés utal rá. A szintér a digitális videó esetén standardizált színkészlet, amely rögzíthető és reprodukálható. Ugye itt ezen az ábrán különböző színtereket láthatunk. ugye Ezek közül például a REC 709, amely sokáig szabvány volt ugye ezzel a folyamatos vonallal. Ugye a sarkai azok az alapszínbe torkollanak, tehát minde, mindegyik egy háromszög. Mindegyik egy háromszög, ugye a zöld az egyik sarka, a piros, illetve a kék. Ugye látszik, hogy a most, ahogy említettük UHD esetén, Aktuális Rec 2020-as szabvány, főleg a zöld tartományban jelent nekünk biztosabb megoldást, mint a korábbi Rec 709. Ugye digitálisan kifejezve, mondjuk a zöld sarka, egy 8-bites rendszer esetében értékekkel kifejezve 0-255-0 lenne. Ugye úgy jön ez ki, hogy itt most RGB-ről beszélünk, ugye a Red 0, 255, tehát tiszta zöld, legyen az bármelyik szintéről szó, és nulla a blue esetén is. Ugye vigyázni kell, mert ez a 8 bites forma. A 8 bites forma az 256 lehetséges értéket jelent. 2 a 8 -on. A 10 esetében már 1024 lehetséges érték van. Ugye itt 1023 van a tiszta piros esetén, hiszen ugye nullával kezdünk. Tehát a nullát beleszámolva úgy jön ki az 1024 darab árnyalat különbség. Fontos fogalom a white point. Ugye a white point, hogy mi az, amit fehérnek értelmezünk. Ugye számos szintér az úgynevezett D65 nevű, 6500 Kelvinre optimalizált, napfény közeli értéket tekinti white pointnak. De érdekes, hogy ez a DCI-P3, amit mozivetítésekhez használnak, ott például a D60-ashoz közeli értéket alkalmazza a szabvány. Tehát ugye, amikor a Kelvin skálán közlekedtünk, akkor tulajdonképpen ezen a skálán mozogtunk a szintérnek megfelelően. És azon állítottuk be, hogy a fényképező mit értsen fehér alatt. Picit beszéljünk a szintérfogatról. Ugye a korábbi ábrák egy bizonyos világossági szintre vonatkozóan mutatták be a rendelkezésre álló szintartományt. Ugye itt egy 3D-s ábrát kapunk. 3D-s ábra ezért hívják szintérfogattak. Ugye egyrészt színezett szaturáció, de itt ugye 3D-s a világosságra is ad információt. Tehát a szintér fogadban a dinamika tartomány is megjelenik. Ugye a színmélység, minél nagyobb a bitmélység, annál több szintónus lehet rögzíteni egy adott formátumban. Ugye egy 8 és egy 10 bites formátum között a különbség, hogy két tónus között finomabb árnyalat rögzítésére képes. Na most vegyük át az ismertebb szintereket. Ugye a Red 709 a HD képméretekre tervezték. Ugye sokáig ez volt a legelterjedtebb. Ugye az sRGB számítógép monitorok esetén, ugye az alapszínek és a színskála tehát tekintetében, ez lényegében analóg a Red 709 en Létezik az úgynevezett Adobe RGB, ugye ez lényegében ennek az sRGB-nek a kiterjesztése. Ugye megnézzük ezt az ábrát, ugye sRGB, ami hozzávetőlegesen a Rec 709 -e, ugye tehát analóg, az Adobe RGB pedig ezzel a zölddel van jelölve. Tehát ebbe a zöld részbe gyakorlatilag ki lett terjesztve. Ugye nem beszéltünk még róla, hogy hogyan jön ki ez az érdekes alak. Tehát ez az érdekes alak, ez lényegében amit a szemünk lát. Ugye az Adobe RGB az első sorban a fotósok körében használatos. A DCI P3 a mozik digitális vetítéseihez hozták létre. És ez gyakorlatilag a mozgóképes film színskálájához áll közel. Ugye a DCP Digital Cinema Package File formátum esetén az XYZ vagy XYZ szintér, amely szélesebb, mint a P3, így teret ad az új generációs mozis vetítőknek. A már többször emlegetett Rec 2020 pedig szélesebb színskálát biztosít a legtöbb szintérnél, és jelenleg gyakorlatilag nincs olyan kijelző, ami érdemben ezt reprodukálni tudná. Ugye létezik még az úgynevezett Rec 2100, ez HDR esetére vonatkozik. Tehát az uhd esetében ez a Rec 2020, a HDR esetén pedig a Rec 2100. Picit a videó szintjéről is beszéljünk. Ugye minden digitális formátumban a legsötétebb tónus, amit egy kamera előtt tud állítani, azt hívják referencia feketének, vagy 0% feketének. A legvilágosabb tónus pedig a referencia fehér. Gyakorlatilag a 100% fehér. Ugye itt látszik, hogy az ábrán ezen a felén egy 8 bites, és itt pedig egy 10 bites felosztás látható. Ugye az arányok nem változnak, csak ugye finomabb tónus különbségekre lesz lehetőség. Tehát a 10 bites esetén a referencia fekete a nulla, a referencia fehér az 1023-as értéket jelenti. Ugye ez a digitális formátumokra igaz. A tipikus videókamerák esetén picit más rendszert használnak. Ugye ez esetben a referencia feketét a 64, a 100%-os fehért pedig a 940-es érték jelzi. És ugye törekednek, hogy a videójelnek, ahogy itt a videójel van egész konkrétan, az lehetőség szerint maradjon ebben, tehát a 64, 940-es tartományban. Erre az angol, hogyha ebbe a tartományban marad, azt mondja, hogy legal. Ugye ami ezeken túl van, az 64 alatti, az a szuperfekete, Black, vagy szuperfehér, ugye 940 fölött, superwhite, szuperfehér bizonyos speciális esetekben, ha például egy egyént videózunk egy ablak előtt, akkor bizonyos esetben megengedhető az, hogy az ablak úgymond kiégett legyen, tehát az esetben ennek az értékei bőven a tartományon kívül esnének. Tehát azon a részen az ablakra az úgynevezett klipt kifejezést használnánk. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon röviden a kijelző típusokról és a média rögzítés lehetőségeiről. Ugye a kijelzők esetén az LCD-kről, LED-ekről beszélhetünk például. Ugye ez a Liquid Crystal Displays szóra vezethető vissza. Ugye ez esetben a sötét feketék problémát okozhatnak, mivel a háttérvilágítás még a legsötétebb területeken is átszivárog. Ugye emiatt elveszhetnek részletek. Van az úgynevezett OLED, ez szerves fénykibocsátó dióda. Ugye ezek a kijelzők az LCD-k LED-ek Ugye ezek már háttérvilágítás nélküliek, így kiváló szint és kontrasztot tudnak biztosítani. Emellett ugye tökéletes feketét is. Ugye ezt a feketét ez szimplán úgy állítja elő, hogy az adott pixelt kikapcsolja. A média rögzítés, ugye a legtöbb kamera és az áudió felvevő memóriakártyára rögzít. Léteznek úgynevezett külső videófelvevők, external video recorders, ezek nem kamerák, hiszen szenzoruk nincs, hanem magának, a kamerának a jelét képesek rögzíteni. Ebben a videóban lényegében ennyit szerettünk volna veletek megosztani. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, tartsatok velünk a legközelebb is, sziasztok!